Forrt a víz a kaposvári virágfürdő tanmedencéjében, csak nem 200 fiatal küzdött a labdáért és a gólokért a két nap során. A versenyben lányok és fiúk egyaránt medencébe szálltak. A szervezők nem titkolt célja a vizes közeg megszerettetése a gyerekekkel, és hogy biztosítsák a folyamatos utánpótlás bázist az egyesületben. Megszerettessük, vagy megmutassuk egyáltalán, hogy létezik a vízilabda, és mindenféleképpen, hogyha úgy adódik, akkor szeretnénk visszalátni pár gyereket a vízilabda klubnál. Az iskolások között, főleg a lányok körében sokan most próbálták ki először ezt a sportot. Nagyon jól éreztük magunkat, és szerintem tök jók voltunk, és szerintem van esélyünk a nyerésre. A fiúk között már többen kipróbálták ezt a sportot, és azt is meg tudták fogalmazni, hogy számukra miért jobb a vízilabda, mint az úszás. Vízben van, mert szeretek úszni, meg szerintem innen mindenki, és meg az, hogy van benne labda, és nem csak simán úszni kell. A sulipóló bajnokságon két korcsoportban versenyeztek a gyerekek, mind a másodikosok, mind a harmadikosok között a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium csapata bizonyult a legjobbnak.